Vasárnap az ellen a Szombathelyen léptünk pályára, akiknek a tavasza eddig kifejezetten jól sikerült, és Mátyus János vezetésével egy soroksári győzelemmel akár el is kerülhetnek a kieső helyről. Lipcsei Péternek ellenben sok a gondja. Mind a két kapusa kidőlt, és rajtuk kívül még 7 meghatározó játékos nem állt a rendelkezésére, és úgy tűnt az MTK és a Budafok elleni fájó 90. percben elért vereségünkért komoly árat fizetünk, hiszen valami elkezdett nagyon nem működni hazai pályán. Csapatunk újoncot avatott, a 19 éves Orosz István kezdett a kapuban, az ellenfélnél pedig az a Farkas 2 Balázs kezdett, akiben égett a vágy a bizonyításra, hiszen tőlünk igazolt a télen Szombathelyre, egy számára nagyon rosszul sikerült fél szezon után. A mérkőzést Trusz Márton vezette, segítői Berényi Ákos és Márkus Péter voltak. Az első 20 percben nem alakult ki folyamatos játék, keresték a csapatok egymás gyenge pontjait, aztán 22. percben komoly helyzetet alakítottak ki a vendégek, Kis Bence passzolt Rácz elé, aki 20 méterről a kapufát találta telibe. A 26. percben Valencsik volt a főszereplő, egy szögletet követően közép hátvédunk emelkedett a legmagasabbra, és senkitől sem zavartatva fejelhetett kapura, de nem célzott pontosan, fölé bólintott pár centivel. Aztán egy perc múlva ismét játékosunk volt az egyik főszereplő, de nem pozitív értelemben. Tóth Dávid esett el a lábában, a játékvezető habozás nélkül a büntetőpontra mutatott. Az élet a legnagyobb forgatókönyvíró, hát persze, hogy Farkas 2 Balázs állhatott a labda mögé, aki sárga feketében nem tudott betalálni, de ellenfélként rögtön eredményes volt. Pedig Oroszi majdnem kifogta a büntetőjét. Az lett volna az igazán nagy szám. A 39. percben számítottunk egy Lőrinci gólra ebből a szögből, játékosunk labdája kapura is ment, de fogni tudta azt Verpec. A félidő végén egy szögletet követően Farkas 2-höz pattant a labda, aki éles szögből kapura is lőtt, de Oroszi jól védte a szöget. A szünetben cseréltek a vendégek, Tóth Gábor Kristóf állt be, aki nem tétlenkedett sokáig, az 50. percben Tóth Dávid beadása robbant be a rövidre, és Molnár szorításában valahogy bepattant róla a hálunkba a labda. 0-2. 64. perc vendéghelyzetet követően a rövidet célozták, de Orosziban halt el a labda. Majd a 77. percben Valencsik mellett ment el Medgyes, de középhátvédünk utolérte és kijavította hibáját. 84. perc Medgyes szögletét Jagodi csúsztatta meg, Pászka reflexből belefejelt, de pont Tóth Gábor elé pattant a labda, aki jókor volt jó helyen és az üres kapuba passzolta a második gólját, csapata a harmadik találatát. A gólszerző nem állt le, meg akarta szerezni a Mester 3-asát, amiben Oroszi akadályozta meg, kapusunk Zitzert védett. A kegyelemdöfést a 90. percben Holdanf Gergő vitte be, aki Tóth Gábor Kristóf passzát váltotta gólra. Azért a becsület gólt sikerült megszereznünk a 92. percben, Lőnci Attila passzát Orosz már csúsztatta a hosszú kapufa mellé, ezzel kialakítva a végeredményt. Soroksár SC Szombathelyi haladás 1-4. Óriási fegyverténynek tartom azt, hogy a remekedőkből álló Soroksár otthonából el tudtuk hozni 3 pontot. Mindemellé az, hogy ilyen nagyszerű játék párosult a sikerünkhöz, ez felemelő dolog. Azt gondolom, hogy valóban egy picit a más mérkőzésre számítottunk, hiszen remekedőkből áll a Soroksár, ahogy mondtam. Arra számítottunk, hogy előrefele nagyon-nagyon hatékonyak lehetnek, mint ahogy láttuk az elmúlt mérkőzéseken. Hátul egy picit talán sebezhetőbbek, de szerencsére hátul tökéletesen álltunk a lábunkon, előrefelé pedig nagyszerűen kreatívan és látványosan futballoztunk. A barátságos vendéglátást nagyon köszönöm a helyieknek, a idevalósiaknak, a kollégának pedig nagyon-nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban.